Köszöntöm a kedves komáromiakat. Hajlamosak vagyunk sokszor azt gondolni, hogy a különböző fejlesztések, beruházások, ezek az önkormányzathoz kötődőek, állami beruházásból, uniós finanszírozásból zajlanak, de ugyanilyen fontosak egyébként azok a fejlesztések, beruházások, amelyeket a Komáromban működő cégek hajtanak végre. Ez a kis sorozat is ezt próbálja bemutatni egyébként, és most itt állunk a Vitasütő Kft. Telephelye előtt, és azért is fontos, hogy ezt meg tudjuk említeni, mert itt például egy élelmiszeripari beruházásról van szó, mégpedig nem is kicsiről, hiszen közel 1 milliárd forintos fejlesztést hajt végre a Vitasütő Kft. Itt a komáromi bázisán, és nem mellesleg egyébként, ami ugyanilyen fontos, hogy közel 300 munkahelyet tud ezzel megvédeni és megőrizni. Úgyhogy mindig úgy tekintsünk ezekre a fejlesztésekre, beruházásokra, amelyek Komáromot gazdagítják, a komáromi családokról is szólnak, a komáromiak megélhetését is biztosítják, és természetesen a mi szempontunkból, mint önkormányzat szempontjából pedig elsősorban a munkahelyek megtartása, új munkahelyek teremtése és a helyi adó bevétel az, amely kiemelten kell, hogy kezelje ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket, és természetesen a magunk részéről, a magunk eszközeivel ezekhez segítünk minden támogatást megadni a későbbiekben is. Komáromot újraindítjuk.